Fellininek sok csodálatos filmje volt. Az egyik ilyen csodálatos filmje azt a címet kapta, La Neve Va, ami annyit jelent, hogy megy a hajó. Magyarul a film És a hajó megy címmel mutatták be a mozikban. A helyzet az, hogy egy másik nagyon fontos zen buddhista koanra hívnám fel a figyelmet, ami azt mondja, hogy ugyanazzal a lábbal, ugyanabba a folyóba még egyszer nem lehet belépni. Vagyis a dolgok mennek tovább, a változás örök. És miután örök a változás, így olykor előfordul az is, hogy komoly kihívások elé néz az ember. Nem csak én, hanem a világ is. Ez a komoly kihívás, ez most éppen aktuális. Az április és a május hónapban, az elkövetkezendő időszakban az utóbbi évek legnehezebb konstellációja vár ránk emberiségre, és azon belül természetesen az egyes emberre. Ezek a nagyon nehéz állások a változást kifejező állások. Amikor 2008-ban beköszöntött a válság, az Uránusz, a Szaturnusz, a Jupiter és a Plútó álltak elég nehéz konstellációkban éveken keresztül. Az elkövetkezendő időszakban a Jupiter, az Uránusz, a Plútó és most egy földről nézve hátráló Marsot fogunk látni egy nagy derékszögben, ami úgy is mondhatnánk, hogy létrejön az égen az a kereszt, amit Jézus is sokszor megemlít. Nos, ez a kereszt a mérleg, a kos, a rák és a bak jelében jelentkezik, és ezt a keresztet tovább bonyolítják az úgynevezett gyors égitestek. A nap, a Merkur, amelyek beérnek ebbe a keresztbe, aztán majd később a Vénusz is. És természetesen minden héten a Hold is érinti ezt a keresztet. Így lesz ez március 31-ével és április 1-ével, amikor is a nap beér ebbe a keresztbe, bár a teljes kereszt még nincs meg, mert a Mars még nem ért vissza. A Hold a kosban fog járni 31-én és április 1-én, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak az elnevezése szerint lesz a bolondok napja, hanem tényleg egy elég bolond napnak ígérkezik. Ahogy nagyban, úgy kicsiben. Nagyon nagy eséllyel előfordulhat, hogy a kos jelnek megfelelően a felelősök, a felelős politika és sorscsinálók esetleg elhamarkodva, elkapkodva fognak dönteni. Ebben az egész hónapban ez jellemző, hiszen jelenleg a világ egyik legnagyobb válsága lehet az Ukrajna és Oroszország között zajló, hát, hogy is mondjam, csak nem barátságos mérkőzés. Ennek a helyzetnek a kihatása nagyon-nagyon sok embert érint, hiszen gondoljunk csak arra, hogy például Magyarország szempontjából az energiahordozók Ukrajnán keresztül érkeznek. De kihat ez az egész Európai Unióra is. És természetesen kihathat az egész világra is. Nehéz ilyenkor az asztrológusnak teljesen elfelejteni a saját szubjektív érzéseit. De minden esetre benne van a pakliban, hogy valaki elméri a lehetőségeit, és átesik a ló túlsó oldalára. Nos, minden esetre ezen a héten, tehát az április első hetében elég erőteljes, nehéz állások lesznek, hiszen azon túl, hogy a nap eléri a Jupiter kvadrátot elsején,
A nap eléri az Uránuszt 2-án, majd belép 3-án a Plutó kvadrátba. Nyugodtan mondhatjuk, hogy minden napra történni fog valami. Akár közlekedést illetően, akár a mindennapi politikát illetően. És közben nekünk magyaroknak még előttünk áll egy választás, méghozzá április 6-án. Nem hiszem, hogy létezik olyan nehéz konstelláció, mint amilyen 6-án lesz. A hold is beér ugyanis, a nép, a hold a mundán asztrológiában. És bizony, 6-án nyugodtan mondhatjuk, hogy nem lesz jó választás, akármilyen választást, akár kire választunk. Nincs jó ebben a helyzetben. És ez nagyjából arra utal, hogy az elkövetkezendő 4 év is meghatározódik ezáltal a választás által. Akárkit választunk, a legnagyobb probléma, hogy mi magyarok továbbra is megosztottak vagyunk. És ez a megosztottság, ez ki fog fejeződni a választásban. Vagyis mondhatjuk azt, hogy lesznek elégedettebbek, és lesznek kevésbé elégedettek, és lesznek nagyon elégedetlenek. Ez egészen biztosan így lesz. Itt utána már csak az a kérdés, hogy mibe fog ez torkolni. Egymás torkának esünk? Kimegyünk az utcára? Létrejön egy erőszak hullám? Hát remélem nem. Minden esetre nyugodtan mondhatom, hogy ebben a hónapban igazán műtétről beszélni nem érdemes. Tudom, hogy lesznek emberek, akiket kórházakban meg fognak műteni, de nekem asztrológusként az a feladatom, hogy tanácsoljak-e ilyet vagy sem. Nem tudok ilyet tanácsolni. Olyan nehéz bolygóállások vannak, hogy akinek kényszere, hogy megműtsék, ám legyen. De hogy én nem tanácsolom, ez egészen biztos. Mit lehet ilyenkor tenni? Hát először is a legfontosabb, hogy egész hónapban legyünk nagyon résen. Milyen értelemben? Elsősorban abban az értelemben, hogy kerüljük el az erőszakot. Kerüljük el a megfontolatlan, gyors, elhamarkodott, hebehúrgya cselekedeteket. Kerüljük el a fölösleges nézeteltéréseket és vitákat, mert jelenleg nem lesz igazán jól végződő vita. Senkinek nem áll a zászló. Mindenki csak veszíthet ebben a helyzetben. Ezért elsősorban arra hívom fel a figyelmet, hogy minél inkább a józanságra törekedjünk. Lesznek könnyebb napok, és lesznek nehezebb napok. Azt hiszem, hogy most a legfontosabb, hogy elsősorban a nehéz napokról beszéljünk. A 6-a és a 7-e nagyon nehéz nap. Az azt követő héten tovább folytatódnak a nehézségek. Például a nap szembeáll a Marssal 8-án, és ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy miután a napnak elég nagy a hatóköre, tehát mint egy elég szélesen be tudja kapcsolni az égitesteket, mint egy begyűjti a fényeket, így ez azt jelenti, hogy 7-e, 8-án létrejön az úgynevezett nap nagy kvadrát, vagy nagy derékszög, vagy nagy kereszt. Ez azt jelenti, hogy ezeken a napokon kifejezetten veszélyes a közlekedés, kifejezetten veszélyes mindenféle erőszakos, elhamarkodott cselekedet. Jobb nem fogni bele semmibe, semmi újba, semmi új szerződésbe. Aztán 9-én egy picit talán csendesedik ez a helyzet. Viszonylag elfogadható a 10-e és a 11-e, de hogy minden szép és jó legyen, közben a Vénusz előre halad és eléri a Neptunt, úgyhogy érzelmi diszonanciák, félreértések, csalódások várhatók a 12-e, 13-a környékére, illetve már 11-én is. Nem sokkal jobb a helyzet 13-án sem, de 14-én és 15-én kifejezetten tragikus. Annyira nehéz állások lesznek, hogy szinte azt mondhatom, hogy a legjobb ilyenkor pihenni, lazítani. Aki teheti,
inkább vegye ki a szabadságot, és próbáljon meg visszavonulni, elmélkedni. Miután a Hold a mérlegben jár 14-én és 15-én is, tehát 15-én teli Hold van, nem hiszem, hogy ennél nagyobb feszültségre lehet számítani. Itt az a kérdés, hogy ezeket a bolygóállásokat tudjuk-e józanul megélni. Ha képesek vagyunk rá, akkor a nagyon nehéz állásokat, ahogy már Aquinói Szent Tamás is mondta, a bölcs uralja a csillagokat. Kérdés, hogy mi emberek a világon mennyire tudjuk majd ezt bölcsen kezelni. Közlekedési szempontból is nagyon veszélyes a 14-e és a 15-e. A 16-a se sokkal könnyebb, hiszen a Merkur és a Mars is szemben állnak egymással. A 17-e délelőtt is, aztán valamit csendesül a helyzet 18-án és 19-én, hogy aztán 20-án a Hold ismét beérjen a Pakba, és a Jupiter az Uránusszal a teljes, pontos derékszöget beállítsa. Így van ez 21-én és 22-én is, amikor a Hold a Pakban fog együtt állni a Plutóval, és igencsak cifra nehézségek várhatók. Miközben a Mars egyre erőteljesebben vonul visszafele, eléri az Uránusz kvadrátot, eléri a Jupiter, bocsánat, az Uránusz szembenállást, a Jupiter kvadrátot. Úgyhogy ez a húsvét, tényleg fel fogunk támadni? Vagy valami ökörséget csinálunk? Úgyhogy legyünk óvatosak. A legjobb lenne, ha az alkoholt messze elkerülnénk. A viták, a nézeteltérések húsvétja lehet ez a húsvét. Különös tekintettel a húsvét hétfő. 22-e után, 23-án, hogy minden szép és jó legyen, a Mars fog szembeállni pontosan az Uránusszal. Majd a Plutóval kerül derékszögbe. Mindenféle heves cselekedet nagyon-nagyon komoly veszélyekkel jár. És bízzunk benne, hogy nem frontokon indulnak el komoly csatározások, de természetesen ehhez józannak kell lenni a világ vezetőinek, különös tekintettel az Egyesült Államok, Oroszország, mint az két legnagyobb hatalom és katonai hatalom vezetőinek. 24-e, 25-e egy kicsit csendesedik a helyzet, aztán 26-a még akár egész kellemes is lehet, 27-én aztán ismét nagyon-nagyon nehéz állások lesznek. Úgyhogy így búcsúzunk az áprilistól, hogy 27-e az vasárnapra esik, és nagyon-nagyon kedvezőtlen. Újhold lesz 29-én, és az újholdnál viszonylag kedvező holdállásokkal egy picit csendesedni fog ez a hét. 30-a, május 1-e, talán a munkaünnepe, talán az a hosszú hétvége megteszi a hatását, és egy picit lecsendesedik minden, de nem lesz sokkal jobb. A májusban is a Mars megáll méghozzá a nehéz bolygóállások fényszögében, Uránusszal, Jupiterrel, illetve Plutóval lesz kapcsolatban. Remélem nem vettem el a kedvét senkinek, mindenki önmagáért felelős. Legyünk nagyon óvatosak. Hogyan segíthetünk ezen a helyzeten? Úgy, hogy résen állunk. Résen állunk a magunk környezetében, a magunk életében. És akkor talán ezek a nehéz állások csak éppen arra biztatnak, hogyha képesek vagyunk a helyünkön lenni, ha képesek vagyunk józanul dönteni a saját életünkben, és figyelünk egymásra, ahogy a németek mondják, leben und leben lassen, élni és élni hagyni. Ha ezt a törvényt követjük, akkor a nehéz bolygóállások ellenére
egy szép tavasz vár ránk. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy meghallgattak. Viszontlátásra!